Darts versenyzőként egyetlen cél lebeg a szemünk előtt, a tökéletességre való törekvés. De vajon hogyan tudjuk ezt elérni? Értelemszerűen nem nagyon lehet elérni, bár mondjuk szerintem Phil Taylornak sikerült, de a tökéletességre való törekvés az a legfontosabb. Az elején már megbeszéltük, hogy mik azok a pontok, amik kellenek ahhoz, hogy a tökéletes dobást el tudjuk sajátítani. Szerintem egyedül Phil Taylor képes megcsinálni. Bár azért mi találtunk olyan magyar embert is, akinek a tökéletesség szintén összejött. Jó, tökéletes, mindegy szépen van elegedve, egyformán állnak bent a nyilat, úgyhogy ilyenkor azt mondjuk, hogy ez a tökéletes technika, már csak célozni kell megtalálni. Sokkal stabilabban áll, ha rajta van rendesen a testsúlyom, a hátsó láb támaszt nem csak úgy lóg valahol a levegőben, és egyszerűen egyenesen ki kell nyújtani a kezünket, és akkor oda megy a haszán. Ez... Jó, próbáljuk meg. Az lenne a feladat, jó, hogy bult kellene átállni, tehát valahol a közepébe kellene dobni. Jó, rá vagyok állva 20-asra. Sem baj, próbáld meg. A lényeg az, hogy oda nyújtod a kezed, akkor oda fog lenni. Ez ilyen megszerű. Elég gyorsatosak. Ezzel persze még messze nem értünk fel a csúcsra, gyakorolni kell, ráadásul minden egyes nap. De miért? Azért kell minden nap dobni, mert ez egy finom motoros mozdulatsor, amit végzünk. A mozdulatban egy milliméter eltérés le, föl, hamarabb engedem el, később engedem el, kibillen a könyököm, másfél-két centi hibát fog a darctáblánál produkálni. Plusz billegőnyilakat, lógónyilakat, rossz dobásokat. Ha ezeket nem javítjuk ki, akkor nem fog működni. Azért kell minden nap dobni, mert ha egyszer már dobtam egy tökéleteset, az nem örökké marad, azt újra és újra és újra gyakorolni kell, ugyanúgy, mint a szépíróknak a betűformálását. Ők is leírnak egy alvetűt 1 milliószor, nekünk is el kell tudni találni a darctáblán olyan sokszor, hogy tökéletesen ugyanúgy álljanak a nyilak. És ezt minden nap meg kell ismételni. Ha kihagyunk egy napot, az körülbelül 2-3 nap, mire újra ugyanadat fogunk tudni jutni, mint előtte. Vagyis pont ugyanúgy kell gyakorolnunk, mint Ersanyinak a fejeseket. Vagy mégsem? Ez ösztönből jön? Tehát ezt külön nem gyakorlod ezeket a fejes mozdulatokat? Nem. Abszolút nem. Tehát ugye egyértelműen kell egy ütemérzék ahhoz, hogy ugorjál fel, hogy találd el a labdát, ne félj a labdát, azért vannak olyan labdarúgók, akik félnek a labdától, tehát találkoztam már olyannal, úgy értem, hogyha amikor fejre jön a labda, én abszolút nem félek tőle, tehát hogyha jön, én próbálok is mindig úgy menni, és kérem is a társaimért, hogyha lehetőség van rá, akkor fejre jöjjön be a beadás, mert abban sokkal jobban tudok előnyt kovácsolni a védőkkel szemben. Szóval a dartsban ez másképp van. Penge azt is elmeséli nekünk, hogyan készítsük el a gyakorlásra az edzéstervet. Kezdő játékosnak nagyon fontos, hogy nem a 180-at, nem a tripla 20-at, nem az 501-et gyakoroljuk, hanem az alapokat gyakoroljuk edzés közben. Az alapok pedig arról szólnak, először is, hogyan áll benne a nyilunk. Álljon lehetőség szerint jól benne, nem pedig rosszul. Ez a kettő rossz, ez pedig a jól benne lévő nyíl. Gyakoroljuk azt, hogy mindegyik nyílunk hasonlóan álljon bele. Majd gyakoroljuk azt, hogy el tudjuk találni a szektorokat. Külön-külön mindegyiket el tudjam találni. Vagy gyakoroljuk azt, hogy egy szektorba kerüljön a 3 nyíl. És utána gyakoroljuk azt, hogy ezt a lehető legközelebb legyen mindig a 3 nyíl. Ezek az alapok, ezt kell nagyon-nagyon sokáig, hónapokig, évekig gyakorolni, amellett, hogy versenyzünk. A haladó játékosnak pedig nagyon fontos, hogy azt gyakorolja, ami a verseny megnyeréséhez, a mérkőzés megnyeréséhez szükséges. Gyakorolja a triplákat.
de nem úgy, hogy dobok egy tripla 20-at, aztán 501 ezek vele, vagy dobok egy tripla 20-at, egy tripla 18-at, egy tripla 19-et, hanem mint a szép író, ahogy az előbb meséltem, ugyanúgy mennyiséget kell belőle gyakorolni. Legyen a feladat, addig nem hagyom abba a tripla 20 dobálását, amíg nem dobtam belőle 10-15 darabot. Addig nem hagyom abba a tripla 18 dobálását, amíg nem dobtam belőle 10-15 darabot. Ugyanez a 19-el és a bullal. Nem kell mindenáron az összes szektort már dobálnom, hiszen már egy rutinos versenyzőnek számítok, azokat dobáljam, amiket a legtöbbször használok, hiszen a technikámból és a tudásomból adódóan a tábla bármely területét el fogom tudni érni. Ugyanez vonatkozik a duplákra is. A fociban ez mennyire fontos, hogy minden nap meglegyen az edzésmunka? Azért így ezt a labdarúgásban nincs ilyen, hogyha egy edzést kihagysz, vagy két nap kimarad a felkészülésből, akkor olyan nagy hátrányod nem keletkezik abból. Természetesen, hogyha hosszabb ideig nem tudsz ott lenni a pályán bármilyen sérülés miatt, akkor ugye azt szokták mondani, hogy amennyi időt kihagysz a sérülés miatt, annyi idő kell még egyszer, hogy vissza tudjál élni fizikálisan arra szintre, amilyen voltál a sérülés előtt.